Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám azt, hogy jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, a Biblia segített nekem, erőt adott nekem. És hirtelen annak idején jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, és láttam azt, hogyha kinyitom a Bibliát bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc más irányba fordul ki, mint egy inga. Én összeolvastam a szavakat, a mondatokat, és ennek volt egy tartalma. Azon kívül egy időben jönnek olyan gondolatok, ami összefüggésben áll a bibliai szöveggel. Tehát ez a forrás, ehhez hozzátenném azt, ha így küldöm nektek ezeket az üzeneteket, néha másképp kell fogalmaznom, mert ez egy régi írásmód, és nem mindig passzol a mi modern helyzetünkre. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi az aktuális üzenet. Az utóbbi időben nem tudod igazán kialudni magadat, pedig ez nagyon fontos lenne. Vonulj vissza, kell számodra most a nyugalom. Vannak álmatlan éjszakáid, mert szomorú vagy, mert sírsz. Valaki játszadozott veled, de ne sírj emiatt. Te fogva érzed magad, lépj ki ebből a helyzetből. Számodra fontos, hogy legyen egy belső tempel, ahova visszahúzódhatsz. Én úgy mondanám, ahol meditálni tudsz. Ez a belső tempel erőt ad számodra. Van egy angyal a közeledben. Ez az angyal segít neked és ne félj a jövőtől. Ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.